Ma még tombol a kánikula, a Balatonnál is kitart estig a jó idő. Hétvégén rengetegen voltak a strandokon, aki teheti, még ma is kihasználja a strandidőt. Kapcsolunk Csopakra, ott van tudósítónk Bambek Gabriella. Ma is sokan vannak? Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, ma is sokan vannak, és már a délelőtti órákban folyamatosan érkeztek a Balaton északi partjainak strandjaira a vendégek, és akikkel beszéltünk, azt mondták, hogy kivettek még egy nap szabadságot, hogy meghosszabbíthassák tulajdonképpen a kánikulai időszakot, illetve a szabadságot, hiszen, hogyha hinni lehet az előrejelzéseknek, akkor ma az késő esti, illetve a hajnali órákban ide a Balaton térségébe is megérkezik a kánikulát, és tulajdonképpen a nyarat lezáró hideg front. A hétvégén egyébként rekordokat döntött a balatoni strandok forgalma, annyian voltak, mint augusztus 20-án vagy július utolsó hétvégéjén. Ez egyáltalán nem csoda, hiszen 35 fokos volt a levegő hőmérséklete. A mai nap annyit változott a helyzet, hogy egy kicsit már elviselhetőbb a kánikula. Ugyan a hőmérséklet most is 30 fok, már most, és ez a délutáni órákra még emelkedni fog. Viszont megélénkült a szél, és a szél miatt ugye sokkal elviselhetőbb a kánikula. A balatoni strandok többsége egyébként szeptember 4-éig tart nyitva, azonban ezt követően a fizetős strandok is szabad strandá válnak, és természetesen a jó időbe szeretettel várják a vendégeket, minden szolgáltatás is elérhető lesz, bent lesznek a lépcsők, a vízben nyitva lesznek a büfék, tehát még akár szeptemberben is, hogyha visszatér a jó idő, akkor szeretettel várják a vendégeket itt a Balatonnál. Bambek Gabriellának köszönjük szépen!